A szalakóták rokonságába tartozó mind a 12 faj uduban vagy más madarak által vájt üregekben költ. A Kárpát-medencei szalakóták főleg üregfák odvaiba költöznek be. A faj hosszú távú védelmét a költő és a táplálkozó helyek feljavításával érhetjük el. Ennek legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a mesterséges fészekúduk kihelyezése. A hagyományos óduk fából készülnek, de próbálkoztak már kerámia vagy műanyag szalakóta óduk gyártásával is. Egy másik, főleg Nyugat-Európában használt modell a fabetonból készült ódú. Ez jóval több ideig viseli károsodás nélkül az időjárás viszontagságait. Az elmúlt években több mint 850 mesterséges fészekódút raktunk ki az ország nyugati felében, amelyeket évente ellenőrzünk. Nyaranta meggyűrűzzük a fiókákat és a felnőtt egyedeket. Íme itt egy ritkán látható 6 fiókás fészekalj. A pára költési időszak alatt végig teritoriumot tart az ódú környékén, elhajtva onnan az oda tévedő madarakat. A fészekalj rendszerint 2-5 fehér, gömbölyű tojásból áll. Az utolsó tojás lerakása után a hím átvállalja a kotlást. A fiókákat mindkét szülő eteti 28-29 napos korukig, amíg repképesek lesznek és elhagyják a fészket.